köszönöm, jó estét mindenkinek. A hashtag bocskor még mindig természetesen élő közönség nélkül, akiket esetleg látnak a háttérben tapsolgatni azokat a kis fejeket, ők a szerkesztőség tagja. De hát természetesen vannak vendégeink is. Ma este itt van velünk Ábel Anita, Farkasházi Réka, Dombóvári, István Dombi. Ez olyan nehéz. Ez még a Danubiusos időkből. Szécsi Zoli. Nagyon jó, hogy egészségesek vagytok. Mindenkinek megvan a tesztje, gondolom, mindenki rendben van. Te olyan szomorú vagy, mint hogyha... Leült mellém a Zoli, és be akart mutatkozni nekem. És? Hát és az első adásban, tehát amikor én itt először, meg ő is először volt, együtt voltunk. Hát elmegy a szablásnak az ízlés. Mély benyomást tettem rá, biztos. És meg ezzel is rúg egyet, érted? Tehát, hogy de. Tisztítja a vagy sejteket. Most már a saványnőket is, Gábor. Igen. Mindenki dombi. Nem akarok egyiket. Anita megszólt engem a sminkben, hogy én nagyon-nagyon barátságtalan vagyok vele, és ez tényleg akaratomon kívül van ezért. Ne haragudj, Anita. Ezt váltom ki belőle. Annyira egy csodálatos nő vagy, és nem akarlak bántani, és szólj rám, bármikor érzed. Akkor hagyd abba, és menj ki. Na, Réka, téged még a vírus előtti helyzetben láttuk utoljára itt? Úgy nagyjából? Szerintem igen. Igen, de rendben mennek a dolgok, tintanyúl, hasít, vagy nem? Vagy, De figyelj, erre készültem, hogy nem azt fogod mondani, hogy tintanyúl, hanem hogy kukanyúl, meg kéknyúl, meg mindenféle. Ja. Hoztam szakirodalmat, hogy legközelebb ne roncsd el, de még ezt az ócska poénomat is elveszed. De miért? Hát tök ideje, hogy adjál ajándékot nekem. Nem, hoztam egy kis szakirodalmat, hogy tudd, hogy mi ez a tintanyúl. Édes vagy, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tehát ez ki is... Nem büntetnek meg, hát ez egy művészeti alkotás. Farkasházi Réka, életmesék, családi album. De igen. Életmesék. Tényleg köszönöm, és ez pótolja a családot, Anita. Tudod, igen. Még mielőtt itt ilyen kis ironikus megjegyzés. Nekem is van ilyen könyvem. Ja, neked is van ilyen könyved. Igen. Nekem dedikálod már nekem? Természetesen. Nekem dedikálta. Fel kell bontani. Tényleg, Anita, látod, nagyon kérlek. Látod most is, hogy szóltál hozzám? Megint? Mely? Gyerekek! Ez ennyi, jár nekem. Ennyi empátia egy ilyen kicsi stúdióban. Nekem, én lubickolok. Várjál, Rékáról kell, hogy beszéljünk, mert megjelent egy cikk, amely egyébként tényleg érdekes kérdéseket vet fel. Ja. Azt mondja, hogy állandó lelki ismeret, vagy lelki furdalással él Farkasházi Réka, vajon anyaként, feleségként, színésznőként és énekesnőként is a maximumot tudja kihozni magából az élet nagy színpadán. Azt mondja Réka, nem mondtad? Nem, ezt írták róla. Azt mondtad te, van egy taktikám. Csak arra a feladatra, élethelyzetre koncentrálok, amiben éppen vagyok. A gyerekek mellett egész nap megy a menet itthon, ha este még színházi feladatom is van, már elláttam egy átlagos nő napi feladatát. Most ez egy azért érdekes kérdés, mert ugye itt vagy te anya, feleség, énekesnő és színésznő. Erre a négy pozícióra hanyast adnál magadnak? Tehát ilyen iskolai osztályzat szerint. Tehát mit a hanyas osztályzatot adnál magadnak? Anyaként, színésznőként, énekesnőként a kukanyúlban? Ezt akartam. Tehát, hogy ez nyilván változó. Hát mikor hanyas? Tehát ez... Ma például anyaként? Ma csillagos ötös. Délelőtt 10-kor már megfőztem az ebédet. Ma ötöst adnál magadnak anyaként, csillagos ötöst, ugye? Hogy mikor van itt a záró osztályzat, az évzáró? Ez mit jelent? Hát mint anya. Hát most ma kaptál egy ötöst, igen, mikor tegnap lehet hármas. Mikor, van, hát, az, hogy a, mikor van az, hogy a végén dicséretes ötös? Hát ha meghaltam, és a gyerekeimből ember lett, gondolom. De ehhez meg kell, hogy haj. Hát majd rágra bírozzák a sírunkra, nem? Hát de addig mennyi mindent elronthat az ember, nem? Egy jó hármas, nem? Az... Na, csak arra a feladatra, élethelyzetre koncentrálok, amiben éppen vagyok. Ez megint te mondtad, ezt hogy viszed véget? Tehát... Ugye dolgok azért történnek egyszerre, tehát te tényleg ki tudod kapcsolni anyaként azt, hogyha esetleg, nem tudom, a kukanyúl dobosa lebetegszik, és akkor lehet, hogy elmarad a fellépés, tehát hogy ezt te ki tudod kapcsolni valóban? Vagy hogyha színpadon állsz, és tudod, hogy lázas a gyerek otthon, és az apa vigyáz rá, ez abszolút kikapcsolható? Ideális esetben igen. Tehát pont ezek nagyon jó példák. Tehát a színpadon én nem, tehát egyszerűen nem gondolhatok arra, hogy otthon mi van. Az mit mondott? Semmi, hát egy... Semmi, de... Nem csak itt... Nézd el neki a kedvenc német zenekar, az Úristen. Igen,
mert csak itt morog, közben beszélgetek vele, és közben itt morog a kis bőrfoteljében. És egy morogta? Ne arra! Ez bőrfotel? Nem reggeliztél, nem azt hallottam. Engedjük válaszolni a Rékát, kérlek, jó, Anita? Kérlek. Mi volt a kérdés? Hogy mikor változtatjátok meg az Anita nevét kukanyóra? Nem. Azt, hogy ki tudod-e kapcsolni éppen anyaként azt, hogy mi van a zenekarra, vagy a színházban? Igen, meg kellett tanulnom tényleg három gyerek mellett, muszáj, például, hogyha gyerekekkel vagyok, rájuk fókuszálni, akkor van, hogy én föl se veszem a telefont, mert egyébként akkor tényleg az van, hogy ott a gyerek cibálja a lábam, hogy gyere már, legózzunk, pöttyízzünk, babázunk, közben én telefonálok, és nem is tudok ráfigyelni arra se, ami a telefonban van, az egy borzalmas feszültséget szül bennem, és akkor csak ingerült leszek. Szóval, hogy ez így, ezt meg kellett tanulnom, ez egy technika, jó. Tényleg. Tehát ez így hát nem csak technika, hanem azt tudni vállalni, hogy nem veszek fel telefont, akkor is, ha látom. Ez tényleg így van. Tehát itt tudtok ilyet, hogy nem multitaskingban vagytok állandóan, és egyszer ezzel beszéltek, közben intézett Zoli a cégügyeit. Tehát ezt lehet így csinálni? Vannak olyan telefonok, amit fölveszel. Akár most is. Aha. Tehát, akár még most adás alatt is. De van olyan, föl tud valaki hívni és fölvenni? Persze, Peti, le tudsz állni helikopterrel. Tehát nyilván hagyjuk, Peti hív, azt azonnal fölvenném, vagy a Balázs, tehát az is. Attól nem kell félni, hogy felhív. De egyébként ez nagyon jó, amit Réka mond. Nekünk is ugye volt egy viszonylag nehéz időszak a tavasz végén, és iszonyat jó volt kimenni, bicajozni, kosarazni, anagyokkal, bármi, egy Netflixbe egy kicsit beleülni, és úgy visszamenekülni a családhoz. És egyébként aktív sportolóként ez hogy nézett ki? Például nyilván meccs alatt, felkészülés alatt, biztos, hogy otthon voltak esetleg problémák, ott sportpszichológus foglalkozik ezzel, hogy tudjál kikapcsolni, tehát erre van egy tréning, vagy ez mindenkire úgy van rábízva, ahogy akarja? Van sportpszichológus, nálunk annyira nem volt hangsúlyos az elején, mi egymáséi voltunk, egymás sportpszichológusai. Amit a játékosok. Igen, aha. Tehát mi ugye azért elég jól megértettük egymást, meg éreztük egymás rezdüléseit, hogyha kellett valaki ment volna le, azt fölhúztuk, de később nekem, hogyha magánéletben volt probléma, onnan nagyon jó volt a menekülés, az edzés, a sport, a meccs, illetve hogyha az volt egy kicsit sok, túlságosan izgultam, tök jó volt egy esti meccsnél a gyerekekkel lenni, délelőtt nem azon járt, hogy hova lövi a Szappics, hova lövi az akárki, hanem akkor a gyerek volt. Aha. Dombi, te ugye a vidám műfajban állsz mindig a színpadra. Esetek túlnyomó részében. Nem, tudsz-e tényleg igazán jópofa és vicces lenni, a közönséggel foglalkozni, hogyha éppen nyomaszt valami a háttérben, a magánéletedben? Hogyne, sőt, annál inkább. Az még katalizál. Inspirál, tényleg? Egyértelmű, persze, mert amire ő kíváncsi arra a verziómra, akármennyire is próbálom én, meg mindenki más elmondani, hogy ugye ez van egy figura, itt nincs mint a színművészeknél, nincs felvett póz meg arc, azért a színpadon máshogy viselkedsz, lámpák, emberek, egyfajta elvárás, de én pont úgy vagyok vele, hogy ha valami nyűgön van, akkor nehogy véletlen megfosszam őket emiatt valamitől. Inkább még rákapcsolok, tényleg. Egyébként ugye Réka itt azt mondta, hogy ő hány szerep, tehát feleség, anyuka, színésznő, énekesnő. Jó, hát meg takarítónő, meg a saját magam könyvelője, asszisztense, de mindannyian ezt csináljuk nők szerintem, tehát hogy a legtöbb... Na, de ez mondjuk négy főszerep, amit felsoroltál, hogy ti például hány szerepben teljesítetek egyformán? Tehát te ugye vállalkozó is vagy, gazda, ugyanakkor egy sportklub vezetője, nyilván apa, férj, tehát hogy hány szerepben érzitek, hogy ti egy teljes ember vagytok? Nem külön szerepek ezek, nem? Persze. Kérdés, hogy külön szerepek. Most nekem például vagy van átjárás? Ugye én elvált vagyok, nekem a két nagy gyerek itt él Budapesten, Zénóval, meg ugye Kömlőeger, itt ez a Heves-megyei részt preferáljuk, ott élünk. Most akkor melyikben vagyok apa? Két hétvégente vagy ott? Az mindegyik én. Ti elváltatok, én most házasodtam, tehát annyira nem tartom a trenddel. Szerintes, ha le vagy maradva, kapd össze magad. Azon vagyok. De a gazda például, a Szécsi Zoli, a gazda az ugyanaz az attitűd, mint mondjuk a sportklub vezető? Szerintem igen. Én ugyanabban hiszek, tehát abszolút ugyanúgy vezetem azt is, lehet, hogy azt másképp kéne. Másból ott értenek. Ott lehet úgy, mint a medencébe, hogy a kapus figyelet folyamatosan. Anita, te szeretnél hozzászólni? Várta
reméltem, hogy valami most nagyon okos kérdést felteszel nekem. Jó, annyi időnk nincs. Na. Mit szeretnél mondani? Szeretné-e, vagy lezárjuk ezt a kört? Te gondoltam, megszólítasz, vagy mondasz valamit, mint egy normális műsorvezető riporter, de mindegy. Hogyha ez jött ki belőled, mert ma te ebbe a szerepbe vagy. Ugyanez a kérdés vonatkozik rá, tehát, hogy te tudod-e... Köszönjük, tudod-e... Gábor, menjünk tovább. Jó. Dombi. De minket érdekel? Nagyon gyorsan átadtad, Gábor. De Zolit is érdekli. Miért vagy ilyen ellenálló? Engem is. Én miért vagyok ellenálló? Hát mindenki. Tehát mondd el, hogy hány szerepben vagy ott van. Szerintem nincsenek szerepek. Köszi, az ember mindenhol egyforma. Miért te mindenhol ugyanolyan vagy? Nem. Hát, na, milyen a Bocskor Gábor, amikor lemegy és eladja saját magát, mondjuk. Hol adom én el magam? Mindegy, mondjuk, elmész tárgyalni. Akkor én nagyon határozott vagyok, átgondolt, brilliánsan intelligens, lenyűgöző érvelő. Akkor ez mégis egy szerep lesz. Ezt akartam mondani, de mondtál helyettem. Nincsenek szerintem az ember általában ugyanolyan, de nyilván egy nőnél szerintem ez más. Mert amikor mi elmegyünk fellépni este, még a családot rendbe rakod, mert úgy vagy nyugodt, úgy tudsz kiállni normálisan a színpadra, hogy tudod, hogy otthon minden rendben van. Mert nyilván főleg, ahol pici gyerek van, az emberben van egy lelkiismert furdalás, hogy na, most mégiscsak elmegyek. Ez én azért ez egy nehéz... Előtte rendbe raknak. Na látod. Tehát, hogy azért ez nyilván... Sorry. Ideileg nagyobb tapsot. Dombi. De most én is részesültem belőle. Igen. Kicsit, mert az én beszédem. Na, azt olvastuk Dombiról, és látj, tehát sokkal büszkében ülsz itt, mint múltkor, hogy... Csak kaptam párnát végre. Ja, most. hogy visszaköltöttél szülőfaludba Jászkara Jenőre. Igen. És ott lettél a helyi művelődési ház vezetője. Igen. Na most... Van végzettséged? Van egyébként, van. Tényleg? Nálunk kell. Ki ez a nálunk? Jászkara nekem is van művelődés szervezi végzettségem. Ezt mire mondtad? Ja, nekem is van, akkor úgy mondtam. Jó. Nem, van, kötelező volt, ez abszolút, ez nem tudtam teljesen róla, hivatalos. Egy kocsmában beszéltük meg. Egy tényleg érdekel, és hidd el, nem provokálak, hogy egy... Nem szoktál olyat. Hogy egy jól kereső, híres pesti művész... Pesti? Miért? Mert hát Pesten éltél mostanság. Ideiglenesen, de sose voltam nem Pesti. Nem a jól kereső? Hát nem. Az helytálló. Pesti. A Pesti jobban. Miért költözik valaki egy vidéki községbe, és lesz műfázigazgató? Mi a motiváció? Hát ez nem egy vidéki község, neked egy random hely, de nekem a szülőfalum, én hazamentem. Jó, értem, de nem hát ugyanaz. Akkor ez egy emocionális kapocs, hogy szeretnéd végre a te szülőfaludnak, amitől, vagy te kaptál sok mindent, visszaadni, vagy mi ez a... Nehéz ebbe úgy belemenni, hogy ne jöjjön elő ez az őségi, eltemetett falu, vidék, tudsz, mert még a Facebookon is azt írták egy csomóan, amikor leköltöztem, magukat érintve érző emberek, hogy Budapest, akinek a sikeredet köszönheted, hátat fordítasz neki. Jaj. Én nem érzem, hogy megcsaltam volna ezzel de a fővárost. Nem ilyet. Csak mondom, hogy ebben jobban bele kell menni ebbe a témába. Miért éreztem? Én ilyen, hogy is mondjam, és ezzel megint nem akarok megbántani senkit. Én kényszerpesti voltam. Tehát én a munka... Meg milyen az a kényszerpesti? Hát, hogy nem akartam feltétlenül, mindenki ide tart, ugye erről szól az ország. Elnéptelenednek a falvak, mert mindenki Pestre jön, a pestiek meg mennek külföldre. De most egy hatalmas nagy mozgolódás van. Tehát most ti vagytok Pesten. Nem, én hazamentem. Ja, te haza. Jó, oké. Okay. Na igen. Hadd fogalmazzam meg, én érzek most egy picit valami Dombiról. Azért, mert ott jól érzi magát. Uh-huh. Én ezt látom rajta. Figyelj, apróságba belemegyek, az megint csak ilyen vörösposztó, felesleges. Én mindig azt vártam, hogy megtehessem azt, hogy ott lakjak, ahol szeretnék. És én otthon szeretnék lakni. Ez egy teljesen másik dolog, a művelődési házvezetőség, az egy véletlen megtalált... De az hogy? Kaptál egy faxot, hogy Pisti, nincsenek fogy a kultúra? Nincsenek ma már faxok, Gábor. Nem, egy, kérlek szépen, egy postagalamb érkezett. Na, akkor így. Nem. Volt, hogy... Igazából egy biciklis postás, aki végigment az országon, és kereste ezt a kis falut, érted? Pont most ment nyugdíjba, az én költözésem dátumától teljesen függetlenül az előző vezető. Igen. És akkor az önkormányzat felajánlotta ezt az állást, és én úgy voltam vele, hogy nehezen beilleszthető, meg nem is biztos, hogy értek én ehhez, de úgy voltam vele, hogy lehet, hogy mégis valaki olyannak kéne vinni ezt az intézményt, aki ténylegesen ott lépett fel először, aki ott abban a gyerekkönyvtárban tanult meg olvasni, nem pedig valakinek, akit kijelölnek, aki egy állás miatt költözik oda. Gondolom, te nem, te ott laksz, ahol születtél? No, de hogy lakik ott? Nem, én...
Már vidéken lakom. Volt neki az új Lipótváros, ezért bevette. De hol? Agglomeráció, így hívják. Agglomeráció. Nem tudom, tudod, én oda az nem. Én csak egy igen. Mert akkor az volt a sztárok helye, a Balázs, az Ördögnőre. Gondolta, ha oda költözik, valami fog vele történni. De most már egyébként tudod, hogy átköltöztek a sztárok is. Hova? Édesem, tehát én előbb voltam ott, mint ezek a felsorolt... Az mindegy, de az ez senki nem tudja. De hát én szeretek onnan ott lenni. Onnan kerültél a térképre, nekem, hogy a Balázs oda költözött. Én hasonlóan szeretem az én postásomat, mint a Dombi a Jászkara Jenőjét. Tehát nekem ott emocionális kötődésem van. Ugye csak arról van itt szó, hogy ez egy nagyon szép hely. Mindenki tényleg, aki jól érzi magát, az jól érezheti magát. De azt vettem észre, hogy van egy saját tömegvonzása, mint egy bolygónak, és akit megfogott, az úgy keringenek körülötte, mint Teddy Ósdon. Tehát, hogy ugye a... Én meg... Az én kis rakétám... Nem azért kering, amiért. Hanem miért? Most Ádori miatt. Hol van még nyitva tartó a dohányzat? Ez a keringesz, mint Bocskor Diósdon. Ez én egész gyerekkoromat műházakban töltöttem, hiszen az édesapám népművelő, ugye akkor még így hívták, nem művelődési menedzsernek. Cegléden, Szolnokon, most éppen Zagyvarékason. És én is ezért végeztem el a művelődés szervező szakot. Ez legalább olyan hivatás egyébként, mint bármilyen színpadi munka, úgyhogy én egy kicsit irigyellek érte. Igen, csak hadd kérdezzem már meg, hogy igen, műfáznak milyen funkciója van. Tehát nekem egy picit olyan szoci maradvány. Tehát, hogy a testvérváros asszonykórusát áthívod, ez már ilyen... Tehát, hogy... Nyilván nem azokat akarjuk megcélozni, aki számára ez a kifejezés, a művelődési ház nem más, mint egy szoci képződmény. Mi inkább azokat, akik ezt túl tudják gondolni, akinek a szórakozás nem egy romkocsma, meg nem egy sportcsarnok berendezve halott pénzre. De nyilván én ezeket, őket én céloztam. Értem, de ennek van még létjogosultsága? Tehát kiket célzol meg? Az időseket, akik azt kapják, amit megszerettek a 60-as években, vagy a fiatalokat szeretnéd ott tartani? Például Németországban rengeteg ilyen fiatal klubot létesítenek, pont azért, hogy az utcáról bevigyék a fiatalokat, ahol tudnak kosárlabdázni, nem tudom, számítógépjátékozni, esetleg egy népművelő valamilyen témába, tematikába, vitába bevonja őket. Tehát ennek van értelme. Annak, hogy megint elhívsz egy asszonykórust, annak annyira nincs. Ezért kérdezem, nem állítom. Mi mellettünk nincs asszonykórus. Ház, az, hogy ez mi, az attól függ, hogy mit tesz bele. Ezért kérdezem, hogy mit teszel bele? Ez egy tök jó név, hogy művelődési ház, vagy kultúrközpont. Hát a kultúrát kell oda összpontosítani. Figyelj, mikor volt előtt a műfázba, bocsi? Én nem megyek szerintem műfázba. Szerintem a Veresegyházi asszonykórus. De azért nem mész, mert nem akarsz, vagy nem hívnak. Mindig ugyanaz van. De mi van ugyanaz? De milyen ugyanaz van? De hogy tudsz így átfogó véleményt alkotni róla? Hát mert régen engem is elvittek, nem úgy, mint a Rékát, de hogy hát láttam, hogy mi van. Hát de meg olvasom a helyi lapot, hogy mi a program. De Újlipótvárosban milyen művelődési házban voltál? Nem úgy, most, ahol lakom például. De oda valaha elmentél, megnéztél egy programot? Egy makrami klubot? De egyébként vannak ilyen, baj, bocsánat, ilyen társkereső klubok is, Gábor, lehet. Kisebb, no, nagyobb településen ennyi. Például tök jó, hogyha vannak olyan programok délelőttönként, amik megszólítják a kismamákat, a nagymamákat, a hívnak. A teljes lakosságot képezzük le, meg a makramé klub. Újlipót megkapta a Ram Colosseumot, azért az is egy művelődési ház, és mégsem az, azért, mert jó neve van. Igen. Nyilván egyébként, lehet ezt egyébként, is hogy is mondjam, na, tehát a makramé klub és egy asszonykórus, mi van, hogyha egy rétegnek szórakozás? Biztos, hogy az. Oda eljutunk, már most 18-as betűmérettel van nyomtatva neked is a sugókártyát. De... Hamarosan el fogunk oda jutni, hogy zárjam egy okos mondattal. Igen, légy szíves. A saját kis blokkomat. Légy szíves. Hogy én úgy vállaltam el ezt a feladatot, hogy én hiszek abba, hogy van még igény rendezvényekre, még a könyvtárunkban mindig van sok száz tag, még 500 év után nem fog eltűnni a könyv. Nincs még mindig mindenhol internet, azért, mert mi nyomkodjuk éjjel-nappal, nem biztos, hogy mindenki megengedheti magának, tehát van internetsarok, ez egy szolgáltató, egy közösségi tér. Én ezt jónak ítélem meg, és azért vállaltam el, és hiszek benne. Én tudok egy olyan zenekart. Akit Dama beszéltem. Jövünk vissza nem sokára, Olá Gergő mondott egy nagyon érdekeset, most, hogy ő mély szegénységből jött, és most, hogy van pénze, azért ő nagyon odafigyel arra, hogy a gyerekeknek nem mindent adjon meg, amit kérnek azonnal, hanem ezt bizonyos feltételekhez köti. Ami egy tök jó dolog, mert beszéljünk van arról, hogy a gyerekeket miként neveljük a pénzre. Adunk-e neki pénzt például házi munkáért? Jó-e, ha megtanulja már gyerekkorában, hogy a pénzzel hogy kell és érdemes bánni, és hasonló kérdéseket fogunk feszegetni, jövünk vissza egy pár perc múlva a reklám után.
már itt is vagyunk, ha esetleg Bocskorral és Ábel Anitával, Farkasházi Rékával, Dombival és Szécsi Zolival. Ez egy igen érdekes és komoly téma lesz, és Olá Gergő nyilatkozata készített bennünket, ahogy beszéljünk erről. Azt mondját, ugye X-Faktor harmadik szériájának ő a győztese, nagyon-nagyon komoly sikereket ért el azóta is, és hát ugye ő nagyon mélyről küzdötte fel magát, adott egy interjút, és azt nyilatkozta, hogy míg korábban az albérleti díjjal is küzdöttünk, már a szépen élünk, és meglehetek mindent, amire szüksége van a gyermekeimnek, a feleségemnek. Nem gondolom, hogy igaz az a közhely, hogy a pénz nem boldogít. Na, ez egy, majd mindjárt folytatom az idézetet, de ez egy érdekes kérdés, hogy lehet, hogy igaz, hogy a pénz nem boldogít, de lehet-e pénz nélkül boldognak lenni? Én nagyon emlékszem, a cikk kapcsán eszembe jutott, hogy amikor én 18 évesen fölkerültem Budapestre, a tanodába fölvettek. Én nagyon éretlen kislány voltam egyébként, későn érő típus vagyok, de hogy úgy tudtuk kifizetni a tanodát, hogy a nagypapám adott rá pénzt, és heti 2000 forint volt a zseppénzem, ami akkor sem volt olyan nagyon sok pénz, és a anyukámmal kimentünk a lengyel piacra. Most, ahogy mondom, vagy így összeszorul a torkom, mert sajnálom az akkori magamat, de hogy akkor nem éreztem, hogy ez baj. De tehát vettünk egy szép melegítőt, egy szép ágyneműt, hogy a kollégiumban legyen új hálóingem, meg, tehát hogy a lengyel piacon, és hogy onnan visszanézve nyilván nagy utat jártam be, vagy legalábbis nem gondoltam magamról, de hogy az ember a gyerekként nem érzi ennek a súlyát, vagy legalábbis én nem éreztem, uh-huh. hogy én szegényebb vagyok, vagy nekem nincs meg az a sok mindenem, ami másnak megvolt a budapesti osztálytársaimnak egyébként. De azért a kontrasztot érezted? Éreztem, de nem fájt. Tehát nem fájt, amikor nem fájt, vagy oroszlán szonyától megkaptam a kinőtt ruháit. Én tök boldog voltam tőle, mert tök menő ruhák voltak. Most így utólag megint csak azt úgy összeszorul a gyomrom, de közben meg tudom, hogy akkor engem ez egyáltalán nem bántott. Viszont az biztos, hogy sok mindenre inspirált, hogy az én gyerekeimnek már ne legyen ilyen. Uh-huh. Jó, hogy miért beszélünk a gyerekekről és a pénzről? Ti hogy vagytok ezzel? Tehát, hogy lehet pénz nélkül boldogan élni, boldognak lenni? A mondat másik fele, hogy a pénz nem boldogít, de a hiánya boldogtalanná tud tenni. Tehát azért nyilván vannak olyan élethelyzetek, illetve annyi olyan pénzhiány, ami, tehát hogyha ételre sincsen pénz, azért ott már... Akkor az nyilván nem. Akkor ez már nyilván boldogít, hogyha kapsz pénzt. Akkor nézzük a következő szintet. Mondjuk van elég pénzed, tehát mondjuk a Rékáék is nyilván normálisan éltek. A több pénz az több boldogságot hoz? Lehetőségeket hoz szerintem, de egyébként visszatérve a Réka gondolatára, hogy a mi időnkben azért ilyen szinten nem volt ennyire kirakva mások élete. Azért most én mondjuk, ha csak megnézem a lányomat, aki egy teljesen normális, nem alapítványi, nem ilyen magániskolába jár, ő egy önkormányzati iskolába tanul, hogy onnan már köszönhető, hogy kinyílt nekik a világ, hogy mindig ott van a telefon a kézbe, hogy azért most már 10-12-13 éves gyerekek 400-500 ezer forintos telefonokkal járnak, mert nyilván a szülőknek van pontja, a különböző szolgáltatóknál megveszik, vagy a szülők régi telefonját kapják, és elkezdődik egy ilyen menősködés, vagy egy ilyen hierarchia, és volt már ilyen, hogy a Luca is úgy jött haza, hogy én mikor kapok ilyet, nekem miért nincs ilyen. Tehát, hogy egy sokkal jobban rálátnak mások életére, ugye az influencerek, akiket követnek, youtuberek, látják a menőséget, tehát elkezdődött egy ilyen igény. És amikor azért mi voltunk gyerekek az 1800-as években, akkor nyilván nem volt még ez, hogy persze nekem is volt olyan osztálytársnőm, akinek Svédországban éltek a rokonai, és egy olyan menő Adidas táskája volt, hogy azt mind úristen kész voltam. És akkor még voltak dollárboltok, nem tudom, emlékeztek. Igen. És akkor vannak anyukám kereszt anyukája Amerikába élt, és akkor küldött dollárt, mi meg elmentünk a dollárboltba, és ugyan nem olyan nagyon hiper-szuper menő, de kaptam egy tök jó hátizsákot, tehát hogy nyilván ott is értek már hatások, de ilyen szinten, ami szerintem ma van a gyerekekre, és ma amilyen tempót diktál a világ, az nekünk nem volt. Én sose nem tudtam oroszlán szonya ruháit ordani, mert nem jött rá, de mondjuk nem is adta oda. Most a telefonodon
full HD-ban jön szembe a nyugat. És ez hülyén hangzik, mert úgy érezzük, hogy ott vagyunk, de 2010 nem volt olyan rég, amikor már volt itthon média, már talán akkor volt Saturn, és a többi, és a többi. Kimentünk, Berlinben játszottunk, ami azért annyira nem volt messze. És ott azt hiszem 6 emeletes volt a Saturn, és bementünk, és rájöttem, hogy ott azok a tévék vannak kirakva, ami fél év múlva megjön majd Budapestre. Érted? Tehát egy kicsit kinyílt a világ. Anno 90-ben azért ez úgy nézett ki, hogy láttad a, nem síkképernyős volt, ilyen kicsit buci volt a tévé, láttad a tévén azt, amit megmutattak nekünk a Szabadságtérről. És fogalmad nem volt, hogy mi az a nyugat. És hogyha egyszer elmentél kintre, akkor persze vágytad azt. De nem minden nap jött bele az arcodba. Igen. Kyle Jenner, igen, a világ legfiatalabb dollármilliárdos nője, aki semmiből csinált egy márkát, és te meg én soha nem fogunk. Igen, de akkor ez egy picit, ha nem is teljesen válasz arra, de akkor egy állandó elégedetlenséggel tölt el az, hogy látod, hogy van több, ami régen nem volt, mint látta, vagy mint mondott. De ezt kell megtanítani a gyerekeknek. Tehát, hogy azért a mi gyerekkorunkban nem volt olyan nagy különbség. Jó, nem Barbie babát kaptam, hanem Jenny babát, de hogy tényleg nagyon-nagyon nagyok a különbségek, és nekünk szülőknek az a felelősségünk. Ez egyébként erről sokat beszélgettünk szerintem már Anitával is, hogy az, hogy bennünk van ez a vágy, hogy a mi gyerekeinknek meglegyen mindene, hogy azért nem kell sokszor mondani a csajoknak, hogy ezt vagy azt szeretnénk, mert előbb-utóbb úgy is kipréselik belőlünk, nyilván nem komoly dolgokról beszélünk, de apróságokról, hogy vajon nem öljük-e belőlük ki azt a küzdést, azt a vágyat, ami minket mindig előbbre vit. Szerintem egyébként a gyerekeknek, vagy én legalábbis, én azt próbálom neki tanítani, hogy ne az legyen a vágy, hogy kap egy olyan telefont, hanem az legyen a vágy, hogy amit ő álmának kitűzött, az odavezető úton ezt meg tudja tenni. Tehát én például az, hogy ő pénzt kapjon azért, hogy mondjuk otthon elpakolja a szobát, olyan nincs. Na várjál, hadd idézek még Gergőtől, és aztán nézzük meg, hogy a gyerekek és a pénz viszonya. Azt mondja, hogyha például a gyerekek szeretnének játékot, vagy bármi más, nem rögtön rohanunk és teljesítjük a kívánságukat, hanem előtte ki kell olvasniuk egy könyvet. Valamit valamiért elv működik nálunk. Tehát szerintetek akkor ezek szerint rossz, te szerinted a gyerekeket pénzzel motiválni? Meg kell tanítani őket arra, hogy értékeljék a pénzt, tehát hogy amiük van, azért mi is dolgozunk. De az, hogy ami az ő saját birodalma, a szobája, hát nehogy már én fizessek azért neki, hogy ő ezt rendbe rakja. Nem, azért ez egy picit más. Tehát szóval, most az a kérdés, hogy van egy játék, amit szeretne, jó, megvesszük, ha kiolvastad ezt a könyvet. Nekem ezzel nagy bajom nincsen, bár biztos rá lehet fogni, hogy az zsarolás, de azt mondom, hogy pláne ahonnan jött, amilyen korábbi példák esetleg az ő gyerekeinek jöhetnek, nem tudom, hogy mikor születtek, de játszótársaktól, ahhoz képest ez egy iszonyatos nagy plusz, hogy igenis a gyerekek ki is tudnak, és ki is akarnak olvasni könyvet. Az, hogy mellé a játékot meg tudják kapni, és ezt összekötik, szerintem ezzel semmi probléma nincs. Én is azt gondolom, most azt mondtad, hogy a rendberakás, az, akkor nézzük meg a gyerek. Az más egy picit, hogy rendet raksz. És nem lehet beleszólni szerintem, hogy ki hogy neveli a gyerekeit. Tehát az a legborzasztóbb dolog, amikor egy harmadik személy elkezd okoskodni, vagy minősíti a szülőket. Ők így csinálják, és ez nyilván így van jól. Én máshogy csinálom, mert én úgy gondolom, hogy ne azért olvasson egy könyvet, mert hogy ő azért majd kap pénzt, amiből majd megvet, hanem egyetem megpróbálom az olvasás szeretetét vele megtanítatni, tehát hogy egyrészt szakadjon le a telefonjáról, hogy sokkal fantasztikusabb az a világ, ami az ő fejében van, hogyha elkezd olvasni egy könyvet, és ez, tehát hogy én ezt nem. Ez nyilvánvaló, de ugye a gyerekeknek otthon el kell végezni bizonyos alapszolgáltatásokat, illetve saját magával. A suliba kell menni, ez az ő kötelessége, akkor nem tudom, rendet kell rakni a szobájába, stb. Van-e olyan extra szolgáltatás, amit a gyerektől esetleg kérsz, valamilyen munka, kocsimosás, vagy nem tudom micsoda, amiért fizetsz? Egyszer volt. Nekem is volt, én egyébként ennek híve vagyok. Ahol lent laktunk Kaposváron, rengeteg volt a parlagfű, és egész egyszerűen nem bírtam velük mit csinálni, és azt mondtam, hogy jó, akkor aki ilyen nagyot hoz,
gyökerestül, az 30 forint, ha beleszakadt a gyökér, akkor 30 forint, a kis piszli csárék, azok meg 10 forint, és a végén hát nagy boldogan. Nagy boldogan összeszámolt. Jó, összesen fél óra alatt kitakarítottuk az egészet, és azt hiszem 4000 forintot szétosztottam a két gyerek között, aki nagyon boldog volt, és valószínűleg mindmáig a legjobb órabérük volt. Nekem is volt ilyen, abszolút, tehát valamiért, nem tudom, kerítéstestés vagy automosás, és én kínáltam fel, és én nagyon fontosnak tartom, hogy egy gyerek megtanulja azt, hogy a munkáért jár valami, jár ellentételezés, és azt egyébként érdemes beosztani. De mondjuk például Luca elmossa neked a ott hagyott aperolos poharaidat másnap, akkor te... Azt nem díjaznád? Hát nézd, hogyha kiissza belőle a végét, akkor... Egyrészt nem szoktam ilyet kérni tőle, másrészt mi még abban a fázisban vagyunk, hogy egyáltalán vegye észre, hogy mondjuk ott van egy üres pohár, vagy egy üres tányér. Nyugodtan tehát, hogy mondtad, ez te meg... úgy iszod ki, hogy abból azt nem kell hát elmosni. Hát még a poharat is megeszed, de nem, tehát hogy azért ez egy gyönyörű szép dolog, hogy a gyerekek önmaguktól meglátják az ott hagyott tányérokat. De nem. Nem, egyáltalán nem. Tehát mi még abban a fázisban vagyunk, hogy egyáltalán vegye észre, hogy ezzel nekem segít, hogy maga után kiviszi mondjuk a kakaós bögrét és a tányért, tehát mi majd tanuljuk ezt a dolgot. Mert ez a karanténhelyzet azért elég rendesen alakította a családi dinamikákat nálunk ebből a szempontból, mert hogy ugye a hétköznapokat összezárva töltöttük, és akkor volt egy-két olyan beszélgetés, főleg nyilván a két naggyal, hogy egyáltalán vegyék észre, hogy hogyan működik egy család. Tehát, hogy anya estére miért néz ki úgy, mint egy rakász. Igen, és miért ingerült, és miért fáradt, és miért azért, mert hogy gyakorlatilag mindent... És este apunál is teljesíteni kell, érted? Mert nem, most beszélve, szóval, hogy... Ezért fogy az aperol. Már nem tudok ennyi eleget nyomni, igen, bocs. Semmi, csak hogy... Szóval az tök fontos, hogy a gyerekek vegyék észre, hogy ami a háztartásban vagy a családban működik, egyáltalán mik azok a dolgok, és vegyék ki a részüket. A fiam egyébként pont most kérdezte meg tőlem, hogy ő hogyan kaphatna zseppénzt. Nyilván mindig van nála pénz, mert hogy az iskolában, a büfében, az edzés előtt nem tudom, mi kell, hogy legyen. De hogy ő, benne fölmerült egy igény, hogy ő hogyan, mi az, amiért kaphatna pluszt, vagy nem tudom én mi. És akkor mondom, hogy kisfiam, hát figyelj. Kutyák nem egyedül mennek el sétálni reggel, este, nem tudom, de ettől függetlenül... De akkor olyan, hogy fizettél nem, valamiért. Nem, ezt mondtam neki, hogy én soha nem fogok ezért fizetni neked. Hmm. Viszont mindent meg fogok neked adni, amire szükséged van, csak te is vedd észre, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van a segítségre. Azt, hogy vedd észre, hogy mi az családtagnak lenni. Szerintem ez tök fontos dolog, és a maga módján elkezdett el felé menni. Például tök sokat vigyáz most a kis tesójára, amíg én mondjuk teregetek, vagy bármit csinálok, és ez már egy komoly segítség. Ez már az, amikor azt érzem, hogy megpróbálja kivenni a részét. Zoli, valamit akartál? Hogy ez a különbség a keretszerződés, meg az eseti megbízás között. Dombi, amikor elkezdtél igazán jól keresni először, akkor volt olyan, amit így, tehát egy régi vágy, mint a gyereknél egy bicikli, vagy egy telefon, vagy nem tudom, amit akkor azt gyorsan teljesítetted magadnak? Nem, hál' Istennek nem. Valahogy ez a tárgykultusz sose fogott annyira meg. Amikor... De lehet az nem tárgy, lehet az egy utazás, hogy hú, akarom látni az Eiffel-tornyot, vagy bármi más. Tehát Mai napig nem láttam. Hát tévében igen. Nem volt ilyen klasszikus, ma nagyon elcsépett kifejezéssel éve ilyen bakancslistás tétel? Nem, inkább egy gyerekkori álom, amire úgy mindig vágytál, de ha nem. Az első fizetésemből, 19 évesen az első fizetésemből, munkahelyi fizetésből vettem egy távirányítós autót. És emlékszem rá, 19 éves korodban? Igen. Akkor mégis bepótoltál valamit. Tehát... Hogy értem mondod? Igen. Hát azt, hogy ezzel 6 évesek. Találtam egyet, tessék? Igen. Hát akiknek meg tudják venni. De nem is az a lényeg, hanem kérdezte a boltos, hogy kinek viszed, és mondom, hogy az unokatesómnak, és nincs is. De ez tényleg magadnak és a toltad? Nem tudtam bevállalni, igen. És egy olyan távirányítós autót vettem, ami előre ment. Nem, ami alapból hátrafele ment, és nyomni kellett egy gombot, hogy előre is menjen. Ez a csökkentett modell volt. De nem volt ilyen, amikor nyertem a milliómosba, teljesen civilként, Vágó Istvánnál, akkor vettem egy projektort, ami el is vitte az egész nyereményt, bekapcsoltam vagy kétszer. Ez butaság volt. De bekapcsolni vagy? Vagy elmenni a Az nem, az jó volt. Mennyit nyertél ott? 500 ezernél álltam meg, és ebből 419 ezeret fizettek ki levonás után. 50 ezer forint volt akkor a minimálbér, amit én kaptam. Tehát mondhatjuk, hogy majdnem 10 havi fizetés. Az menő volt. És azt se költötted luxira?
Tehát ez az egy a projekt. A projektor az egy luxi volt. Nekem ez a luxi, ez valahogy, de nem érint meg. Nem, nincs vonzalmam iránt. Tudod, én aki... De azért mégis voltak ilyen álmok. Tehát ez a távirányítós autó, azért az a projektor luxus. Azért az beszédes. Az nem volt annyira luxus. De egyébként Olá Gergő ugye azt mondja, a mély szegénységből feltört, stb. Ugye az ő karrierét illetően, hát senki nem lehet abban biztos, hogy ezt az életszínvonalat fogja tudni tartani. Hát ki tudja, hogy 5 év múlva lesz-e még fellépése, felkérése, felvétele. Ti hogy vagytok? Nálatok van még esély arra, hogy elszegényedtek? Szerintem valahol a szorongás az mit jelent ma már az, hogy szegénység? Benne van, legalábbis bennem hogy van. Hogy csak 10-es iPhone-od van? Ugye bármikor eshet vissza az életszínvonalad, én azért azt gondolom, hogy amit bármelyikünk itt tud és meg tud keresni, nyilván ne történjen olyan, hogy egészségi állapot romlik, tehát magyarul amíg tudunk dolgozni, addig mindig meg lesz a kenyér az asztalon. Mert ez tud el egyébként lenni? Tehát azt mondtad, hogy az a szorongás az egy létező érzés tud lenni olykor. Egyébként nálam is, tehát akármennyire azt mondod, hogy fürdök nem tudom miben, tehát azért egy ilyen egzisztenciális félelem az még mindig fennáll. Te tök oké vagy? Fultolódó, mennyi lesz a hozományom? Gábor, téged 10 évente újra... Gábor, nem kell venned nekem semmit. Téged 10 évente újra felfedeznek, hát a jég hátán is megérsz. Nem, szerintem, amikor azért az embernek családja van, az egy teljesen más, hogy áll ezekhez a dolgokhoz. Nyilván már nem is önmagáért aggódik, csak azért, hogy azt fent tudja tartani, vagy... De én is ezt gondolom, hogy mi ma a szegénység. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amíg van két kezem... Hát egy drasztikus életszínvonal esés, erre gondolok. Az én szakmámban én nagyon sokszor volt, hogy nekem nagyon hullámzó volt. Tehát én ugyanúgy tudok örülni egy kisebb fajta összegnek, mint egy nagyobb fajta összegnek. Van, hát jó, de te amúgy is beteg vagy. Olyan cukiti barátnők vagytok amúgy? Nem egyébként. Pont ez a lényeg, amit az Anita mond, hogy muszáj, akármennyi, csak elcsépelve lehet ezt megfogalmazni, földön kell maradni. Tehát most, ha el kell adnom a kocsimat, nekem nem lesz halálos, hogy fel kell szállnom egy villamosra, mert eddig is azzal jártam. Akkor ez téged az élet helyzetem. Amikor kikerültem a barátok közből, akkor nekünk ugye semmilyen kapcsolatom nem volt, hiszen én a tanoda után oda kerültem, tehát semmilyen kapcsolatom nem volt, se színházban, sehol. Ott maradtam, hogy nem lesz munkám a férjem, akkor még csak szerkesztőként dolgozott az egyik kiadóban. Tehát, hogy volt egy olyan... Ma már viszont? Igen. A Libri feje? Igen, és hogy szóval, hogy egy... Volt egy olyan időszakunk, amikor úgy mentem vásárolni, most akkor abból csináltam magamnak mókát, hogy minél spórolósabban tudjak ügyesebben bevásárolni. És hogy meg tudtam szokni azt az élethelyzetet, nyilván sokkal jobb, amikor az ember bármit megvett a boltban, de lehet hozzá alkalmazkodni. Hát. És aztán megint inspirálja arra, hogy akkor legyen jó. Amíg nem, csak így azon gondolkoztam, hogy voltak ilyen élethelyzetek. Kaja vagy bor? Kaja vagy bor? Ez az Anita. Ha már így van, akkor leérezzük magunkat, jó? Nem így. Aperol, esbüdzsé, szalámi. Amíg ez meg mind a kettő van. Akinek van gyereke, az azért küzd és azért dolgozik, hogy egy induló bástyát, egy lakásház, bármi, bárhol, ami az ő igényüknek úgy indulónak, hogy elindítani az életben, és mellé egy szakma, ami lehet diploma, de amiből látod, hogy ő nem fog éhezni. Uh-huh. Szerintem ez az a cél, amit mi idézőjelben a seggük alá akarunk tolni, hogy ilyen. Ők rendben legyenek. Hogy a seggem alá toltak egy bármit? Nem, de tehát, hogy amikor azt érezted, hogy na most bárkit... azért így egzisztenciálisan megrotsz. Nekem volt, tehát nem az, hogy megrogyok, mert azért attól messze vagyok, de ki tudom, másképp fogalmazok, ki tudom számolni azt, hogy hány éven van még hátra. Nagyon rosszul hangzik, nem? Anyagilag. De mennyi? Anyagilag. Mennyi van? Hát 30-40. Nem kell összeget mondani. Összeget nem kell mondani, évet mondjál. De ez mikor volt, csak hogy ki tudjuk számítani, hogy most nem mondom, tartasz? Nem mondom meg, hogy mikor volt, nem akarom, hogy itt elkezdjetek számolni. Egy adatot fogok. Mondjak, ami, tehát ha most minden abban maradna, azon az életszínvonalon, amin vagyok. És ugyanott a nagyhány. De abban mindent számolj bele. Mindent. Abban az életszínvonalon. Mindent. El kell küldeni a kertészt, mindent. A cselédeket. Én nyírok jó, hát ezek a... Nem mondok semmit. Hát egy 25 év biztos. Hát van. Most irigyelsz, vagy lenézel? Most vagy 50, mennyi vagy?
56. Hát akkor jó. Ki kell használni, mit ki tudod használni. Na ezért mondom, tehát én nem szeretnék majd ott 70-valány évesen kopogni az Ábeléknél, hogy itt vagyok. Hát nem fogunk már megismerni. Ilyen az ember. Váltsunk témát, illetve valamilyen szinten rokon téma lesz, hogy egy tech oldal vizsgálta, hogy az online társkeresőkön és a randi appokon van-e összefüggés a kelendőség és a birtokolt kütyű között, ami ugye a telefon. És egy nagyon érdekes dolog derült ki, hogy van itt egy ilyen táblázat, ezt mindjárt látni fogjátok, hogy az almás cuccok azok hasítanak. Tehát iPhone és társai, Apple Watch és AirPods, meg nem tudom micsoda, azok hasítanak. Ha ezzel fotózza magát valaki a tükörben, ugye ezt te ismered, akkor... A tükröt. Akkor tehát, hogy ők sokkal kelendőbbek, tehát, hogy a többi gyártó tulaja, aztán hogy áll a sikerességi rangsorban, az is látszik. Ehhez azért szeretnék egy nagyon fontos gondolatot hozzátenni, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amit magam hamisítottam. Tehát, ez itt tök jól néz ki. De hát azért ebben van életszerűség, ha belegondolsz. Mi? Hát a státuszszimbólum, a márka őrület, stb. Tehát, hogy mi üzenünk valamit, akár az ellenkező nemnek azzal, hogy mi van a csuklónkon, a kezünkben, a fenekünk alatt, volt azért időszak, ez létező. Volt időszak, amikor az összes sztár csak BlackBerry-t használt, mert annak volt az oprendszere feltörhetetlen, és hogyha elhagyta a telefont, így akkor van. Azt egy dologgal lehetett kinyitni, milyen a dózára. Ezek az idők elmúltak, nekem is volt BlackBerry-m. De most a részletre vett iPhone képe az olyan, mint apám Ferrari-ja, tehát na, attól nem igen, lesz jó. Ezt akartam mondani, hogy azért itthon... áll a nagy Jeep a lakótelepen, és közben ott laknak egy 50 négyzetméteres lakásban hatan, de azért álljon ott a ház előtt a Jeep, szerintem. Tehát, hogy amit a Dombi is mond, hogy tök... Tehát, hogy igen. Szerintem az igazán komoly és nagy embereken nem látod, hogy ők van. El vannak eresztve ebben igazad van, de pont erről szól ez a felmérés, hogy nyilvánvalóan ezek az emberek, akik egyiket a lakótelepen laknak és egy óriási Jeepet vezet, azok az emberek pont státuszszimból mutatni akarnak, mágnesként használják ezeket a külvilág felé, mert valamilyennek látszani akarnak, és ezért működik az, hogy társkeresőkön és randi apokon ezek szerint ők jobban hasítanak. Tehát most tök mindegy, hogy ő azt meg tudta-e venni, finanszírozni, vagy valamilyen vagy más alapon, de ezeket az emberek használják. Lehet, hogy már az első randin elviszi a trailer a kocsit, mert nem fizetted. Nem, már abszolút, persze, ez benne van. Ilyen kíros. Vagy most tényleg, aki az alapján mérics kéri, hogy milyen lehet a másik partner, hogy olyan telefonja van, aminek zárt forráskódú a licensze. Hogy ez valahogy nem akar összeállni nekem. Figyelj, nem, ez úgy, hogy... Én mind a két feleségemnél Nokia-m volt, amikor összejöttem velük. Na, de az nagyon menő volt. Plusz a Matrix-os Nokia. Plusz a dobozza bizony a Az én férjemnek egy kék alkatele volt. Azt is én vettem. Kék alkatele volt, és azt te vetted neki. Persze. Az nincs rajta a listán. Amire, hát jó, ez mikor ráadásul volt ráadásul egy fontos tech adat, hogy most már a nagy konkurens androidos telefongyártó készülékei pont ugyanannyiba kerülnek, mint az iPhone. Tehát, hát az egy másik dolog, de mégis... Mint de stát, fontos. Jó, ti vettetek-e bármilyen műszaki cuccot, ez most lehet akár autó, óra, stb. Amit esetleg azzal a célzattal vettetek, hogy mások mit gondolnak rólatok? Nem. Engem pont az zavar, én nem akarok semmivel se szembe menni, az zavar az egész ilyen közösségi oldalas világba, hogy eltűnt a vágyaink diverzitása, hogy nem azt akarjuk, amit igazából szeretnénk, hanem nézzük a képeket, lapozgatjuk, ezt az órát akarom, ami ennek a csávónak van. Uh-huh. Ide akarok elmenni, ahova ez a nő, és így akarom majd a fejemet tartani, ugyanannál a toronynál. Nem így. Engem ez zavar. De ez tényleg így van. Egyébként Jász Karajenő a műfáz elé oda mehetnél egy Cabrio BMW-vel, vagy az furcsa lenne? Technikailag elférne, vagy hogy kéne? Nem, hát nyilván a pénztárcádból is kijönne, de hogy az ott milyen üzenetet hordozna magában? Hát, hogy nem fázok, vagy nem tudom. De miért gondolod, hogy Budapestről 100 kilométerre a jelentős életszínvonal süllyedés van? Nem, megnéztem a képeket. De hidd el nekem, hogy 200 kilométerre Budapestről de olyan emberek élnek, akikhez mi a konyorban nem vagyunk. De mit láttál a képeken? Láttam házakat, ha 8,2 millióért láttam egy 64 négyzetméteres házat, ilyen előépítménnyel. Simán azt jelenti, hogy titek a***nak át egyébként az ott a négyzetméter árakon. Mert attól, hogy egy ház nem Bauhaus, meg minimalista, nem ez a kórház kinézetű, attól az még egy lakható hely. Nem, és egyébként megint nem értékítélet volt a részemről, abszolút hanem éppen. Láttam a környezetet, és ott valószínűleg feltűnne egy ilyen autó, és hogyha a híres pesti művész megérkezne egy ilyennel, akkor az lehet, hogy szemet szúrna. Ezért kérdeztem a Dombitól. Amit nem hagytatok kimondani, hogy számomra egy jármű, egy szekér, aminek az a dolga, hogy elvigyen engem, vagy megvédjen ütközéstől, nem hordoz más üzenetet.
Ez van. Ha ez férfiatlan, ha ez ilyen antimaszkulin dolog, akkor én ezt vállalom. Egy kocsi számomra nem hordoz üzenetet. Nem. Engem hordoz. Nem, én tisztellek. De nincs miért, csak de, azt mondom, miért. Hogy... Köszönöm. Én is téged. És van miért. De... És ez nem a kocsi. Igen, bocs. Én abba bízom, és ez nem kell sem művésznek lenni, se Pestinek, semminek, hogy a tárgyak funkcionális eszközök. Semmiféle üzenetet nem hordoznak. Az, hogy a marketing de hozzá... De le lehet olvasni belőlük valamit. Én attól valamit. Akarok befosni, amitől a Bruce Willis. Az már az én döntésem. Tudod, mi a baj? Ez most... Ha kötődsz a tárgyhoz, mert ilyen értéket adsz neki, utána nem tudsz tőle megszabadulni. Tehát amikor meguntad, kiment a divatból, akkor én azt, hogy elkezdesz mint a telefon, tárolni. Ahol évente, fél évente jön ki az új modell, és azt súlykolja neked a reklám, hogy akinek az előző van, az egy kretén. Igen. És így elgondolkozol otthon, hogy de hát ennek 8 magos quad processzora van, nem tudod mit jelent, de olvastad, hogy az új már ezt is tudja. De abszolút tudok, igaz. Tudok csinálni magasabb látó, ja, és az előző 400 000-es telefonodat úgy dobod el, vagy úgy számítatod be fillérekért, hogy észre se veszed, hogy mekkora hülye vagy. A fogyasztói társadalom áldozataivá váltunk. Nem a, képe, nem a gépek a hibásak. Tudom, és tényleg van ez, tehát, hogy vannak olyan nők, vannak olyan férfiak, akik az alapján ítélik meg a másikat, hogy de miért ítéljük a másikat? Hát ezért emlékszem, akkor Ábel Anita itt ült a Berti Krisztián mellett, hát úgy nézett végig rajta, hogy ilyen... Ne haragudj, én féltem tőle, hát most nem fogom neked megmutatni, tehát nem fogom a gyengeségeimet kimutatni, egyáltalán nem néztem úgy végig rajta. Igen, de ti azért olvastok, most először sorban a nőkről mondom, ti olvastok abból, ami van egy pasin. Nem? De engem ez nem érdekel. Milyen órája van Robertónak? Tudod? Nincs órája. Biológiai? Nincs órája. Nincs órája? Nem. Olyan órája van, ami nekem is, ami a gyereknek is, egy ilyen, ami mutatja a pulzust, mennyit sétáltál egész nap. Jó, de nem egy márkás dolog, de őt aztán végképp nem érdekli ez az egész. Én azt akartam csupán tudni, hogy te tudod-e, milyen órája van. De én soha nem ezt nézem egy emberen, hanem ítélsz, azt nézem, nem ítélek. Ha a Dombi legközebb bejön egy Rolexbe, ne dugd el. Bejön egy Rolexbe, megmutatkoztatom. Ne haragudj, nem ítélem meg. Nem ítéled meg? Nem tudom. A Belki Krisztiánban nem az órája volt rajta a legfurcsább, ne haragudj. Minden tisztelettel mondom. Pedig szerintem az órája volt a legtermészetesebb rajta. De engem nem érdekel ez. Mi van, hogyha nem is üzennek a tárgyak semmit, csak mi tulajdonítunk mögéjük valami hihetetlen nagy dolgot, mert a marketing simán jól működött és beszippantott minket. Én nem tudom, egyébként én nem... másképp gondolom ezt, mint ti. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy azért főleg egy pasi életében, de szerintem nők életében is, csak van egy olyan tárgy, amire évek óta azt mondod, hogy ez észszerűtlen lenne, ez hülyeség lenne megvenni, de ha egyszer úgy alakulna, hogy nagyobb pénz esne a házhoz, nem tudom, akkor azt az egyet megvenni. Nektek van-e ilyen? Egy jacht. Nekem kiment a vitorlása jó is. Az volt nagyon sok. Az volt egy ilyen? Aha. Aztán rájöttem, hogy egész egyszerűen nincs időm rá. Tehát ha idézőjelben nyugdíjba vonulnék, és tudom azt, hogy mondjuk egy évben minimum 20, de inkább 30 napot el tudnék tölteni, ugyanez a nyaraló is, amíg nincs rá 20-30 napom, addig minek? Addig tudom bérelni arra az időszakra, amikor végre van. Igen. Volt egy csónakom lent a Tiszán, azt ott rohadt el szerencsétlen. Tehát ez lenne, ha lenne rá. Ha nem tudom rávágni egyből, akkor nincs, ugye? Akkor nincs, ezen persze, akkor nincs. Én is, hogy most... Tényleg? Neked sincs? Hát a Ferrari, ami ott áll a műfház előtt. Nekem legyen teteje, nem vonz. Nem, én inkább ez a szuvos vagyok, ha már esetleg szponzorok is nézik az adást. Tudod, mit szeretek például? Abban is a terepjára. Szeretem ezeket a papír dolgokat, határidő, napló, jegyzettömb, ezeketből szoktam venni szépeket. De ez meg nem egy elérhetetlen dolog, ez milyen nem kellett. Vagy, ez bírom. Köszönöm. De tényleg. Anita, neked? Tárgy? Nincs. Nincsen nekem ilyen. Én megmondom, mit szeretnék, én utazni szeretnék. Én rájöttem, hogy én egyáltalán... Csak itt ezt kell hozzá. Igen, hogy nem éltem úgy, ahogy szeretnék, és én be akarom járni a világot. Na, az is valami. És erre, ez erre nagyon... Luxi, de nem luxi helyeken, én nem akarok már tengerpartra nyíló apart. Én át akarom élni ezeket az élményeket. Olyan helyekre eljutni, ahova... Van egy vágyam, a világ legnagyobb Buddha szobra ott van Hongkong mellett egy szigeten, például az egy ilyen bakkancs lista, hogy ott akarok állni. Válasz szeretettel és... a Jászkor Jani kopja fához. Jó, megyek. Van, ott van a, ott
ott van, hozzánk nincs messze a kutyakaparó csárda, ahol Petőfi Sándor járt ott, és egy verssel fizetett, van egy kutyakaparó című verse. Elvizel oda vacsorázni, nem lesz drága. Nem, szerintem nem az a lényeg, hanem kérdeztem a csapost, hogy tényleg, először ott voltam, tényleg itt járt Petőfi? Ezt válaszolta. Sanyi, ott szokott ülni. Maradunk a pénztémánál a reklám után. 50 Cent, a híres rapper. Képzeljétek el, teljesen spontán módon visszamegy New Yorkba, Queensbe, oda, ahol ő egyébként felnőtt. Az ottani Jászkara Jenőre. Jászkara Jenője. És na jó, de azt csinált, amit te nem csináltál, hogy kb. 30 ezer dollárt spontán szétosztogatott a Burger King ottani dolgozóinak. És beszéljünk majd arról, hogy a jótékonykodás az pontosan micsoda, ez most valóban az-e, vagy inkább egyfajta önpromóció. Mi van? És hogy te mit osztogattál, Anita? Jövünk egy pár perc múlva a reklám után. Vagyunk a hashtag bocskorral, folytatjuk a témát. Egy, hát megvizsgálandó, hogy ez egy jótékonyság, amit itt be fogunk mutatni, illetve valamiféle önpromóció. 50 Centről van szó, amerikai rapper, és képzeljétek el, nemrég feltűnt azon a környéken, ahol ő felnőtt, ez Queensben van, New Yorkban, és egy gyors étterem dolgozóinak, meg még aki arra járt egyébként, így két kézzel szórta, kezdte el osztogatni a pénzt. Van erről egy videónk. Oh, they working. No. Hasonló tettem a Erzsébet utalványokkal. Várják, látok mosolyt itt, látok undort, ott van egy kis irónia. Mi a baj ezzel? Egyébként semmi. A kétféle fogadtatása volt, az egyik az, hogy nagy lelkű ember 50, ha ez a kereszt neve, illetve... Na. Meg vagyunk. Tudom, hogy sűrű hallgatod a lemezeit. Vagy az, hogy ez, a makramések után. Ez egy baromi olcsó reklám. Ezt ti hogy érzékelitek? Egyébként előtte a barátja már osztogatott, és akkor lépett oda 50 Cent is, és osztogatott. Nem csodálkozik, a kellős közepe volt. 30 ezer dollárt osztott szét. Ez 9 millió forint kb. Ez olyan kiábrándító. Miből? Hát azért, mert nyilván először meglátták, mindenki oda rohant, mert ő iszonyú nagy sztár Amerikában, és nyilván már a látványától az emberek boldogok voltak, és akkor én biztos, hogy nem fogadtam volna el. Tehát, hogy számomra ez egy, mondjuk, kit mondjuk, akit imádok, mondjuk én imádom az Angelina Jolie-t, szembe jönne velem, és egy 1000 dollárt belenyomna a kezembe, akkor azt mondom, hogy na, menj te a francba. Te hülye vagy, igen, de tényleg, látom magam. Lehet, hogy én hülye vagyok, és el kéne fogadnom, de hogy ez egy... Nekem ő egy... Na jó, csak azért ne felejtsük el. Igen, de te egy népszerű színésznő vagy Magyarországon, nyilvánvaló, de ők, hát ez ne felejtsük, egy Amerikában, egy ilyen gyors étteremben dolgozni, az mondjuk az alja a munkavállalói piacnak. Nyilván ezek az emberek egyébként valahol laknak, tehát nem kenyérre kell, ezek nem hajléktalanok, akkor ez milyen jótékonykodás szerintetek? Valahogy ebben volt nekem egy olyan... nem tudom, kis stílű vagy, hanem elegánsabb, hogy az ember segíteni akar, akkor menjen oda a üzletvezető, és mondja azt, hogy a fizetésük közt tegyék. Nem tudom, nekem ez ilyen... Ez tudatos valamire gondoljátok, ez nem az volt, ez egy buli kellős közepe volt. Hát nem tudom, láttátok azért, hogy hogy lépdelt most a rendőrök felé, és hogyha véletlenül sikerült volna amúgy odaadni az egyik rendőrnek egy ugyanilyen köteget, akkor bilincsben viszik el. Nyilván megrendezett volt, csak egy picit jobban kivitelezve, mint a Majkának, meg a Horváth Tamásnak a óriási nagy balhéja, amit a Blikkel csípett. Miért ez nem volt igazi? Na, de hogy ez kb. Kb. Annyira volt.
Pedig én úgy aggódtam. Akkor te elhitted a Fresh lányok koncertjét is. Mindig. Én most abból a szempontból nézem, akusztik. Hogy... Azt mondja, hogy miért nem? Akusztik. Ezt összetört. Én abból a szempontból próbálom ezt megítélni, hogy azok, akik kapták, azok azért nem jártak rosszul. És miután tényleg nem megélhetésre kell, akkor ez mi? Jótékonykodásnak nem mondhatjuk, hanem inkább egy ilyen pillanatnyi örömszerzés. Szerintem ott az emberek, ez se, tehát hogy ők hazamentek, és azt mondták ott, hogy figyelj, benn volt a 50 Cent, komoly, hogy $1000 adott a kezembe. Vagy azt mondja, hogy csak egy $1000 adott a kezembe, mennyire gáz. Mert itthon biztos ez lett volna. Na, itt volt a nagy képű, miért ezeret? Egyébként nagyon nehéz elnyótékonykodni a másik oldalról, hogyha erről szabad beszélni. Most például... Mi is szétszedjük. Hát igen, bárgyam. Ez most nem... Most nem értem, miről beszélsz, de nem baj. Hát a 50 Cent-et, tehát... Hogy... Ja, értem, jó. Hogy ez jó fejség amúgy, és szerintem is keressük a buktatókat rajta. Én most már régóta vagyok egy alapítványnak a nagykövete, és minden évben van egy olyan hónap, amikor kicsit fókuszáltabban gyűjtünk pénzt, nem csak én, hanem sok alapítvány, sok-sok követe. Az idei kitűzött célom 250 000 forint, az... Igazából, ahogy vesszük, de nem egy nagy összeg. Hogy nagyon, annyit gyűjtsetek össze. Annyit kellene nekem összegyűjtenem a különböző felületeken. Hát nem egyszerű. Nem egyszerű, sőt. Ez a kimondhatom? Persze. A kórházsuli alapítvány, és azzal foglalkozik, hogy tartósan beteg gyerekek tanítását szervezi meg, mégpedig középiskolás és egyetemista önkéntesek által. Tehát a fiatalok tanítják a beteg gyerekeket, hogy egyrészt legyen hitük, hogy meg fognak gyógyulni, mert hiszen tanulniuk kell, vissza kell menni az iskolába, ez egy ilyen pszichés rásegítés, másrészt meg hogy a korosztályukból ne szakadjanak ki, mert nagyon nehéz visszailleszkedni 1-2-3 év kórházban töltött idő után. Úgyhogy az őket ez képviselem. Ez egy baromi jó dolog. Miért nem mondhatnád el? Ez nagyon fontos. Tényleg nagyon fontos dolog, és én azóta a program mellett vagyok, amióta kicsiben a Madarász utcában ez az egész elkezdődött. Én abban tevékenykedem, hogy el szoktam menni a gitárosomban, és a beteg gyerekeknek énekelünk ott, meg a szülőknek, akik nem jöhetnek ki hónapokig a kórházból. Szóval ez tök fontos dolog. És mindig, akinek elmesélem, az mindig azt mondja, hogy úristen, ez milyen jó. Igen, nem csak a beteg gyereknek segít, hanem a fiatalokat ráneveli egy olyan felelősségteljes életre. Ők valóban segítik a gyerekeket, ők valóban megtapasztalják azt, hogy milyen az, amikor igazából segítesz egy másiknak. Nagyon fontos dolog, de a társadalmi szerepvállás része is. Igen. Az egy nagyon, ugye két dolog, egyrészt az emberek meggondolják, mire adnak pénzt, másik pedig, hogy a befogadó fél, neki is van egy önérzete. Uh-huh. Tehát azért ezen el kell indulni. A pandémia alatt én csináltam két gyűjtést, két alapítványnak 1 000 000 forintot gyűjtöttünk össze. Aztán elgondolkodtam én ezen, hogy tulajdonképpen én levezényeltem, meg az én felületemen keresztül történt, és én is tettem hozzá bőven, de hogy ezt mégis mások adták össze. És most alig vártam az alkalmat augusztusban, hogy engedélyezték, például mi rendezvényeink mehetnek, Duma Színház az van, de zene az továbbra sem mehetett, ezek a komolyabbak. És akkor én tettem egy ilyen felajánlást, hogy aki tényleg zenélni szeretne, az én műsoraim előtt felléphet. És én fizetem nekik a gázsit a sajátomból. Ezt láttam, és ez egyébként és sokan jelentkeztek. Köszönöm. És megy a projekt azóta is. És ennek simán csak annyi van, hogy jó érzéssel tölt el. Én anyagilag ezen nem nyerek, a promócióra, bízom benne, hogy a nagy promócióra nekem már nincsen szükségem az én saját kis platformomon. De igen, itt az a kérdés, mert ugye Réka alapítványa, te is nagyon jó célra használtad, hogy van olyan, hogy rossz helyre megy a pénz? Itt most visszatérve ezekre az amerikai... Az ellenőrizetlen helyek. Hát ez hát például rossz helyre ment ez a pénz? Nem. De ez egy teljesen másfajta... Itt a módja volt érdekes. Igen, tehát szerintem ez nem jó fejség, ő saját... tehát ez egy önreklám volt. Persze. Én ennek nem vagyok a híve. Én amúgy is annak vagyok a híve. Nekem is van egy alapítvány, akikkel évek óta dolgozom együtt. Az a Tündérpak alapítvány, ezt egy családanya csinálja, aki gyakorlatilag több 10 000 rászoruló családnak segít, és anyáknak, akik egyedül nevelik a gyerekeiket, és ezt mind neki ez a főállása, az egész élete, ez egészen egy fantasztikus csaj egyébként. És nagyon sok más helyre is én szoktam jótékonykodni, nem verem nagy dobra, sőt mindig ilyen anonim módon csinálom, mert nem akarom, mert nem szeretem ezeket a dolgokat kirakni. De ez egy nagyon jó kulcs szó, amit mondtál, ez vagy mondat, hogy nem verem nagy dobra. Miért baj az, ha nagy dobra verjük? Hiszen pont a nagy dobra veréstől ez így van, és ezért lesz ez híre a dolognak. Én úgy gondolom, hogy ha van egy ismert ember, és 64 alapítványnak az arca, az nem jó. Kötelezd el magad egy helyre,
és ha megteheted, adjál sok kicsihez. Tehát, hogy ez, én ebben ilyen vagyok, hogy le kell horgonyozni egy dolognál, és tényleg évek óta dolgozom. De hát miért nem hirdeted, miért nem mondod nagyon büszkén, hogy csinálod? Azért, mert nagyon sok celebnek PR fogásként az ázsiója emeléseképpen ott van a portfóliójában, hogy ő egyébként jó ügyeket hát szolgál. És ennyi... Csak nem, ez nagyon fontos dolog, mert picit lejáratja ezt a fajta módját a jótékonykodásnak. Tehát, hogy az ismert emberek, a jó érzésű ismert emberek igyekeznek odaállni fontos ügyek mellé, de vannak, akik lejáratják ezt, mert elolcsósítják ezt a fajta módját az adakozásnak. Én is megkaptam sok irányból, persze. Én is megkaptam sok irányból, hogy ez önreklám. Az a helyzet, hogy én ezt, ennek az ellenkezőjét bebizonyítani nem tudom, kénytelenek bízni bennem. Nem is kell az embereknek föl kéne fogni, hogy ez egy jó dolog. Az, hogyha önreklám, nézd meg az angol szász, nagy események, a nagy, nem gáláknak hívják ezeket, amikor adományokat gyűjtenek, ilyen egész nagy adományozó estek. És odaállnak, és igenis, hogyha az egyik milliárdos azt mondja, hogy már pedig én $1 millió adok ennek az iskolának, akkor a másik kivagyiságból ráígér. És erre büszkék. És versenyeznek, és így megy, és publikus, és tiszta. És nem baj, hogy ebből építkezik az ember. Pontosan abból fog összegyűlni a minél több pénz ezekre a fontos célokra. Igen, csak ott teljesen más, hogy működik minden. Van kultúrája, amit mi nem tanultunk meg. Charity. 30 éve tehetünk ilyet, nem volt alapítvány 90 előtt. Tehát azóta tudunk normálisan adakozni, meg kell nekünk is tanulni. Egyébként jártam úgy, hogy nem is olyan régen, pár hónapja megkeresett vidékről egy hölgy, hogy nem tudom, milyen kislány, milyen beteg, egyebek, küldött mindenféle képeket, sztorikat, és hogy akkor a zenekarommal menjek és csináljak egy jótékonysági gálaműsort. És akkor írtam a hölgynek, hogy ez nem egészen így megy, tehát hogy oda megyek a valahova, azt sem tudom, hogy hova. Na mindegy, nem akarom hosszú lérelezteni, de kiderült, hogy nem létezik a történet. Bizony, ezzel sokan visszaélnek. Gyanús, amikor az első üzenetben már a számlaszám is megjön. De tényleg. Igen. Nem tudunk semmit egymásról, de már írja, hogy ha gondolom, akkor ahogy lecsuktam a laptopot, már utalhatok. Most visszatérve még itt az eredeti sztorira, meg a videóra, tehát ugye nyilván az alapítványoknak nagyon fontos, van tényleg létszükségletre történő adományozás, de van, ahogy én fogalmazok, ez a pillanatnyi örömszerzés. Tehát az a luxi, amit ez a Burger King-es dolgozó sose engedhetne meg magának, és most ezzel meg tudja tenni. Érdekel-e engem, hogy 50 Cent ezzel egyébként promotálta magát, vagy hogyha lebontott most... dollárra és like számra, hogy mennyire vett egy lájkot? Nem tök mindegy. De szerinted mennyivel lett volna az elegánsabb, hogy oda áll az ablakhoz, kér mondjuk egy nem tudom én milyen menüt, és amikor azt mondják, hogy nem tudom én, $10.50, akkor odaadja a $30,000, és azt mondja, hogy köszi mindenkinek, és elhajt. Tehát te el tudod magad képzelni? Te is biztos jótékonykodsz, és tudom is, hogy jótékonykodsz, tudom. Hogy el tudod magad képzelni, hogy oda hajt ez egy gyors étterem elé, nem oda a mész, a lovász veszi kamerával, és akkor érted? Ez a lényeg, a stílus, amit te mondasz. De miért válsz el egy New York-i reppertől stílust? Igazad van. Örömöt szerzett ezeknek az embereknek. A kérdésed arra vonatkozott, hogy abból a szempontból, hogy ő nekik most ez jó, érdekel-e, hogy hogy adta? Nem. Na. Nem érdekel. Egyébként nem reklám volt, mert nem mondta utána, hogy motherfucker. Mert ez az igazi rep. Próbáltatok-e, tettetek-e már olyat, hogy valakinek ezt a fajta pillanatnyi örömöt szereztét? Hát addig tartott, aztán hazamentem. Na most komolyan kérdezem. Tehát, hogy nem rászorulónak, de tudod, például, most mondok egy példát, tanárok. Ugye tanároknak sokszor gondolkozunk szülők, hogy pedagógus napjára mit adjunk ajándékba. És nagyon sokszor a legvonzóbb ajándék a wellness hétvége, mert egy tanári fizetésből ő ugyan el van, de soha nem fogja tudni megengedni magának, hogy férjével elmenjen egy wellness hotelbe, és akkor ezt a szülők adják, és ez egy tök jó, egy pici luxi, egy pillanatnyi örömszerzés. Ilyet csináltatok-e már? Akár rokoni körben, akár baráti körben? Én igen, én sokszor. Én nagyon szeretem pont az ilyen pillanatokat, amikor nem számít rá, nem várja, nem tudom, egy-egy ilyen gesztus, azt szerintem nagyon-nagyon sokat nagyon, és téged, számítani. Aki ad, azt is annyira annak felemel. Annak is nagyon jó, igen. Anita? Én abszolút. Persze. Mondj már egy példát. Na. De te komolyan.
Jaj, például most hagyom, hogy alázz, hogy neked ez örömet okoz. És igaz. Na, látod. Hát megnéztem volna 50 centet lemegy ide a 8-ba, hogy marad-e nála bármi. De te, hát ő visszamegy. Hát ő visszamegy oda, ahonnan ő. Te például visszamész Jász Karajenőre, kinek adnál egy pillanatnyi örömöt most ilyen, tehát akit úgy meg, a régiek közül, nem tudom, van-e volt osztálytársad, a kedvenc kocsmárosod, a volt polgármester. Egy konkrét tárgyra? Nem, hanem... Nem biztos, hogy a falusiaknak egyből wellness hétvégét adnék. Lehet, hogy nem biztos, nem, de lehet, hogy én nem tudom, mennyire messze van a Tisza, de hogy mondjuk lehet, hogy egy stéget szeretne a kertjéből valaki a Tiszára, és azt nem tudta soha finanszírozni, és akkor azt mondja a Dombi, hogy ezt állom a Pistabának. Tehát ilyesmire gondolok. Szerintem is téged bármikor. Milyen messze van a Tisza? 15 kilométer. Úgy csináljuk, hogy onnan gyalog el lehessen menni. Ez vicces, hogy annyira van oda. Ha tudom, előbb mondom. Nekem az volt. Én befejezhetem itt a műsort? Igen. Jó lenne most már, mielőtt végképp kínos lesz. Remélem soká jössz. Ábel Anita. Itt volt Farkasházi Réka. Tényleg vége, igen. Én a 50 centesen csinálom. Dombi! És Szécsi Zoli! Köszönöm, hogy itt voltatok, remek voltak, hét volt, találkozunk újra. Mi nem. Jó éjszakát, viszlát, hello! Várjál már, na most. Hát ez így sikerült.